Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. A mai előadásban Vajda János költészetével ismerkedünk meg. Hegedűs Géza a következőket írja róla. Az író 1827-ben született és 1897-ben halt meg. Összekötő kapocs volt a Petőfi nemzedék és a modern magyar költészet között. Ő maga ifjú fővel ott áll Petőfi mellett a forradalmat előkészítő pilvaxbeliek egyike, a szabadságharc honvéd tisztje. Nem utánozza Petőfit, de mindenki másnál jobban érzi és következetesebben vállalja hagyományát. Az új magyar költői nemzedék pedig élőkön Adival, ő benne látja a közvetlen előzményét, a modern magyar líra kezdetét. 70 esztendőnyi életében pedig alig vették tudomásul, úgy írta remek műveit, hogy valójában nem volt jelen az epigonokért lelkesedő irodalomban. Az epigon utánzót jelent. Plebejus fiú volt, egy dunántúli erdész gyermeke. Pesten született ugyan, de gyermekkorát Válon töltötte, iskoláit pedig jó részt Székesfehérvárott a ciszterciéknél járta, majd maga is az erdőgazdálkodás szolgálatába lép, és mint erdészeti tisztviselő kerül fel már ifjú költőként a fővárosba. Ott azonnal a forradalmi ifjúság körében találja magát. Indulása nem is visszhangtalan, közvetlenül a forradalom előtt ő is oda tartozik a haladó költők egyre népszerűbb gárdájához. De a szabadságharc bukása után a honvéd hadnagyot büntetőszolgálatra besorozzák az osztrák közlegények közé, és több mint egy évet töltött sanyarú körülmények között Itáliában. Harcias elszántsággal érkezett haza, a forradalom bukása őt is elkeseríti, mint egész nemzedékét, de ő tisztában lát a többiek nagy részénél, és ilyetten veszi észre, hogy a nemzet még mindig nemesi illúziókban él, és úgy várja a kibontakozást, hogy nem akar mindenestül szakítani a forradalom előtti múlttal. Vajda a plebejus indulatával áll a nemességgel szemben, és értve a világtörténelmet, feltétlen híve a polgárosodásnak. Ennek a felismerésnek ad hangot publicisztikája, amely az elnyomatás korának legjelentékenyebb politikai irodalmához tartozik. Vajda János költői erényei mellett a legtisztábban látó, legszínvonalasabb publicistáink közé tartozik, ebben is elődje Ady Endrének. S akárcsak Petőfi, ő sem alkuszik. Sem politikában, sem szerelemben. Boldogtalan szerelme a léha és üres, de gyönyörű szép Kratokvil Georgina iránt, akit Gina néven halhatatlanná tesz, egy életre elkeseríti. Politikai nézeteit vagy süketen fogadják, vagy éppen azt állítják, hogy Bécs szolgálatában áll. Elkeseredésében Bécsbe költözik, ott vállal hivatalt, de ott sem bírja sokáig. Noha az a néhány bécsi év jelenti számára a viszonylag gondtalan megélhetést. Ő azonban magyar költő, akinek otthon a helye. Hazajön, és senkinek sem kell. A hivatalos irodalom élén Gyulai Pállal még csak a nyomorgó íróknak kijáró segítséget sem hajlandó megadni neki. Drámával próbálkozik és megbukik. Holott az Ildikó című műve, majdnem jó tragédia, de senki sem bocsátja meg neki, hogy Attillát barbár zsarnoknak ábrázolja. Ha felfigyeltek volna rá, ha biztatják, alig hanem kitűnő drámaíró vált volna belőle. Ehhez is volt tehetsége, de légüres térben élt. Európai távlatú, polgári szempontú publicisztikája idegen volt a nemesi hazafiasságnak. Költészete egyre távolabb került a Petőfi eskedőktől, noha hívebben őrizte Petőfi hagyományát, mint azok. Egyaránt megvetette Petőfi híg epigonjait és arany, üres, forma bravúrokat kereső utánzóit. Azok pedig a megvetésre tudomásul sem vétellel válaszoltak.
A kiegyezés után, mint újságíró él, szerkesztőségi robotmunkával tartja fenn magát. Közben szakadatlanul megjelennek a versei lapokban is, olykor kötetekben is, később még a Kisfaludy Társaság is tagjául választja, csak éppen senki sem méltatja. Lírájával nem tudnak mit kezdeni. Ez a líra sokkal érzékibb, mint ahogy azt akár Petőfi, akár az arany epigonság eltűrné. Ez a líra sokkal pesszimistább, mint ahogy a hazafias lelkendezés eltűrné. Közben ír két nagyon érdekes elbeszélő költeményt, a Találkozások, amelyben egy kissé érezhető a hirtelen divatossá vált anyagin hatás, a nagyvárossá alakuló Pest képét örökíti meg. A másik az Alfréd regénye, némiképpen byroni hatásokat is mutatva, egy rosszul sikerült szerelem kapcsán a világpusztulás látomását vetíti fel nagy lírai erővel. Lírája közben egyre elmélyültebb és formailag is egyre csiszoltabb lesz. Ezt sem veszi észre senki. Még egyszer próbálkozik a szerelmi boldogságban vigaszt találni. 53 éves korában megnősül, fiatal lányt vesz feleségül, a házasság azonban nem sikerül. A nyűgös, morgolódó, örökké sértett férfi szerencsétlenné teszi a fiatalasszonyt, aki nem is érti férje emberi és költői nagyságát. De a komor férfi sem alkalmas arra, hogy boldoggá tegyen egy asszonyt. Másfél év után elválnak, ettől kezdve még mélyebb a magány, és még kifinomultabb a költészet. Jóval túl van már a 60. esztendején, amikor egy belvárosi utcán véletlenül összetalálkozik a dicsősége teljében ragyogó Jókaival. Még 1848-ból a Pilvax kávéházból ismerték egymást. Jókai örömmel üdvözli, szeretettel érdeklődik, mi van vele. Kiderül, hogy évtizedek óta még csak nem is hallott felőle, azt hitte már régen nem él. Amikor Vajda elpanaszolja neki sorsát, Jókai lelkesen áll mellé, hogy segítse. Ettől kezdve találkoznak, Jókai meleghangú cikket ír Vajdáról, egész tekintélyét latba veti, hogy a költő újabb műveit szép és díszes kiadásban jelentessék meg. De a közönyön és a hivatalos irodalom ellenszenvén ez sem segít. Messze előtte jár nemzedékének, az őt méltányolók pedig még nem nőttek fel. Egész költészetének ez a tragédiája. 1897-ben, 70 éves korában úgy hal meg, hogy még a versolvasók java része sem tudja, hogy volt egy Vajda János nevű költő, vagy ha nevét észre is vették és egy-egy művét el is olvasták, művészi nagyságát senki sem vette tudomásul. Míg Jókai is az egyetlen, aki kiállt mellette, inkább a 48-as emlékek hív őrzőjét, az egykori bajtársat érezte benne, mint a kor legnagyobb élő költőjét. Hiszen akkor már Arany is meghalt, és valójában senki nem volt, aki költői nagyságában felérhetett volna vele. Érdekes, hogy még azok a fiatalok is, akik az új költészetet előkészítették, és szembefordultak az epigonizmussal, mint Revicki, Komjáti, Kis József, vagy egy rövid ideig oly divatos Ábrányi Emil, csak alig-alig látták meg Vajdában az újat, a mást, az ő törekvéseik nagy elődjét. Halála után még egy évtizedig kellett várni, hogy Adi és a Nyugat költői felfedezzék benne az elődöt és hagyományt. Vajda János egyenetlen költő. Óriási életművében, különösen a korábbi verseiben, sok a nehézkes fogalmazás. Indulatai szertelensége gyakran elragadja ugyannyira, hogy a költemény formátlanná, terjengőssé válik. De ahogy az évek haladtak, egyre nagyobb lett a forma fegyelme. Igazán nagy költővé akkor lett, amikor már teljes volt a magány és a keserűségek ellen, csak a költészet adott vigaszt. Szemlélete pesszimista, mint a 19. század második felének világköltészete. Ebben rokona a kortárs dekadenseknek. Hitetlen és szenved a hitetlenségtől, de férfias bátorsággal vallja be reménytelenségét, amely a mindenségig terjed. 1848-ban gyökerezik,
de túllép Petőfi nemzedékén, és igazi, modern költő. Ő a legmodernebb a magyar klasszikusok között. De mivel még oda tartozik a Petőfi nemzedékhez, ő a legklasszikusabb a modernek között. Éppen ezért nem tartozik sehová sem. Vele végződik a Petőfi kortársak története, és vele kezdődik az új magyar költészet. Vajda János, az üstökös. Az égen fényes üstökös, uszája az ég felé tőle a földre ér. Mondják ez a ma nagy, melynek pályája egyenes, vissza hát soha se tér. Csillagvilágok fénylő táborán át, a végtelenséggel versenyt rohan. Forogni körbe nem tud, nem akar, hát örökké társtalan. Boldogtalan. Imádja más a változékony holdat, a kacéran keringő csillagot. Fenséges niobéja az égboltnak. Lobogó gyász, én neked hódolok. Szomorú csillag, életátkom képe. Sugár ecset, mely festi végzetem. Akárhova mész a mérhetetlen égbe, te mindenütt egyetlen. Idegen. A költeményt Kratok Vilge originálhoz írta a költő. Vajda János 20 év múlva. Mint a Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem árt se nap se szél, csöndes szívem, többé nem ég. Nem bántja újabb szenvedély. Körültem csillagmiriád versenyt kacérkodik, ragyog, fejemre szórja sugarát, azért még föl nem olvadok. De néha csöndes éjszakán, elámodozva egyedül, múlt ifjúság tündértaván hattyúi képet fölmerül. És ekkor még szívem kigyúl, mint hosszú téli éjjelen, Mont Blanc örök hava, ha túl, a fölkelő nap megjelen.
Vajda János 30 év után. Nem tudjuk pontosan, hogy találkozott-e szerelmével, vagy esetleg csak egy elképzelt, vágyott találkozás ihlette a művet. Mi hátra volt még, elkövetkezett. E földi létben gyászsorunk betölt. Találkozunk, irgalmas végzet. Utolszor egyszer még a sír előtt. Hittem, hogy lesz idő, midőn megösmersz, s helyet cserél bennünk a fájdalom, és folyni látom majd, ha már késő lesz, a megbánásnak könnyét arcodon. Mert amit én vesztettem, óriás, hozzá az ég adott erőt nekem, én látok itt olyant, mit senki más, csodákat mivel emlékezetem. A múltból fölmerül egy pillanat, mint óceánból elsüllyedt sziget, és látom újra ifjú arcodat, mikor még másért nem dobbant szíved. És e varázslat rád is visszahat. E lélek a te veszt a templomod. Oltára képében látod magad, mi vagyok én neked, most már tudod. Ha majd a földi élettől megváltam, imába, dalba foglalt szerelem, örökké valósága a halálban. Az ég, lád mégis eljegyzett velem, ki bájaidból méltatlan vadakra pazaroltál nem értett kincseket. Én a hideg bálvány vezeklő rabja, ki minden két szívébe temetett. Most itt ülünk, síralomházi lelkek, és nézzük egymást hosszan, szótalan. Tekintetünkben haj, nem az elvesztett, az el nem nyert éden fájdalma van. Így ül a hold ádázvihar után elcsöndesült nagy tornyos fellegen, és néz alá a méla éjszakán bánatosan, de szenvedélytelen. Hallgatva a sírbolti csöndességet, a rémteli sötét erdő alatt, amíg a fákról nagy, nehéz könycseppek hervadt levérre halkan hullanak. Vajda János, a virrasztók. A költemény allegória. A virrasztók itt a költők, a nagy halott pedig, a 48-as szabadságharcot elveszített nemzet. Itt a nagy halott előttünk, kiterítve, mereven. A hideg a téli éjben, csillagoltó sötétségben, mi vagyunk még éberen. A sírásban elfáradt már valamennyi jó rokon, talán mi se volnánk ébren, hanem mert a torban éhen rágódunk a csontokon. A csontokon sem rágódnánk, de hát ez a kenyerünk. Nem marad ránk dús örökség, fizet minket a nemzetség, ha sírunk, énekelünk. Már ma holnap ez se kell majd, elég volt a gyász, a dal, ami megholt, föl nem támad, haszontalan minden bánat, hajrá étel, dal, ital. Ilyen szelet hallunk is már,
Ki legtöbbet örökölt, annak van a legjobb kedve, ott van a múlt elfeledve és eladva az a föld. Hol pihennek a nagy ősök, kik szerezték vérökön azt is, amin ők mulatnak, idegenek jól aratnak vérben ázott térökön. Ők alusznak szépen, mélyen, ébren már csak mi vagyunk. Ők alusznak, s nem álmodnak. Mi virrasztunk ébren, haj csak ébren is mi álmodunk. Álmodunk mi hihetetlent, el sem merjük mondani, a holt szeme félig nyitva, hát ha meg nem volna halva, s lehetne még valami. A nagy tenger éjszakába kikinézünk olykoron, mert nem tudjuk hány az óra, hallgatunk a kakasszóra, merengünk egy csillagon, jó reménnyel, vak reménnyel, hogyha megvirradna már, de a hajnal csak nem pirkad, s amit látunk, az se csillag. Bolygófény, vagy fénybogár. És csak hogy csöndes ne volna, de ez úgy folyt, úgy ijeszt, dalunk is már egyre fárad, alig ad még bátorságot. Égen földön semmi lesz. Szempillánk is csuklik immár, s ha az álom elnyomott, s mi is alszunk, boldog Isten, akkor aztán késő minden. Mozdulhat a tetsz halott. A verset 1857-ben írta. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.